A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere miniszteri elismerő oklevelet adományozott Russuiné Szabó Magdolna, a Györfi István Katolikus Általános Iskola orosz testnevelés szakos nyugdíjas pedagógusa részére. Russuiné Szabó Magdolna 1979 és 2019 között végezte eredményes nevelő-oktató munkáját az intézményben, ahol már általános iskolásként is tanult. 4 évtizedes tanári pályafutása alatt az elhivatottság, a lelkiismeretesség, a töretlen lelkesedés, nagy odaadás, szakma szeretet jellemezte. Pedagógiai munkájában folyamatosan a megújulásra törekedett. Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet töltött be a személyiségfejlesztés, a környezetvédelem és az egészséges életmód a nevelés. Mindezeket jól kamatoztatta osztályfőnökként, testnevelőként és diákönkormányzatot segítő pedagógusként is. 1997-től 2017 között a Györfi István Katolikus Általános Iskola diákönkormányzatának segítő pedagógusa. Sok szabadidős program, iskolai ünnepség, nyári tábor, rendezvény ötletadója és megvalósítója ez idő alatt. Embersége, a nehéz helyzetekben lévők felé tanúsított empátiája, segítőkészsége máig példaértékű. Tevékenyen részt vett a székelykeresztúri Petőfi Sándor általános iskolával a testvériskolai kapcsolat kiépítésében és ápolásában. Pedagógiai hitvallása az volt, hogy kiegyensúlyozott az élet minden területén helytálló gyermekeket neveljen. Az Emberi Erőforrások miniszter elismerő oklevelét vehette át Dobos László polgármester úrtól, Russuiné Szabó Magdolna, akiről még furcsa kimondani, hogy már nyugdíjas, hiszen még a Györfi iskolában nekem még tanárom volt. Úgyhogy én azt kívánom, hogy sok-sok erőt még a nyugdíjas évekhez, de beszéljünk egy picit a sportról, hiszen mégiscsak az volt az ön szakterülete, de nem csak a sportba ásta bele magát az iskolában, hanem a kultúra más területére is. Így van, én azt hiszem, hogy a hétköznapi katonája voltam az iskolai életnek, és akkor ebbe belefér a sport, a szakmai dolgok, a diák önkormányzat vezetés, meg minden egyéb. Éppen azt beszéltük az előbb Kovácsné Julika igazgatónővel, hogy annak idején borzasztó, hogy mennyi terhet tudtunk felvállalni. Nem kérdeztünk vissza, mit, miért, hogyan, mikor. Egyszerűen mentünk és csináltuk. A kultúra szó önnek mit jelent? Tehát ha zenéről kérdezem, ha versről kérdezem, van-e, ami beugrik, vagy mindent meghallgat? Itt is, tehát a számomra is a kultúra egy általános dolgot jelent, mert imádom az irodalmat, imádom a komoly zenét, szívesen meghallgatom a könnyű zenét, és ugye természetes a népiparművészetet, a rengeteg ágát, az olvasást, mind-mind elfogadom, nem voltam úgy kimagasló semmiből, de mindent nagyon szerettem. És az unokának mondjuk a meseolvasás nagymamaként azt gondolom, hogy ez egy újabb dolog az életben. Igen, hál' Istennek 2 drága szép unokánk van. Ők is nagyon szeretik az irodalmat, idézőjelben, ők még mese útján ismerkednek vele, de most már egyre több verset tanulnak ők is, mert hisz már harmadikos és negyedikes a 2 csepség, és ők is élvezettel hallgatnak zenét, ha ott vannak nálunk, vagy nézünk be olyan műsorokba, amik ezt szolgálják. Én nagyon jó erőt, egészséget kívánok ahhoz, hogy még az unokáival nagyon sokat tudjon foglalkozni, és valósítsa meg azokat a terveket, amelyek még hátra vannak, és bakancsistások, hiszen gondolom, hogy az olvasás, a zenehallgatás az bármikor jöhet. Köszönöm szépen, és végezetül azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm a tantestületnek, az én régi tanítóimnak, tanárainak, és a jelenlegi tantestületnek lesz a rengeteg munkát és segítséget, amit a mai napig végeznek. Külön Kovácsné Julika igazgatónőnek. Köszönöm szépen!